Sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdvözöllek meneteket a csatornámon, ismét egy kis Wolfenstein New Order gameplay-jel jelentkezem, kockolunk egy kicsit és hentelünk, nácikat hentelünk, ugye? Valahol itt hagytuk abba, ha jól emlékszem, hogy pincért játszunk egy náci vonaton. Na nézzük csak, hogy hol. Rakjuk le az asztalra a kávét, ha hogyan. Aha, ja, tessék parancsolj. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Nagyon tetszik neki a, ugye a szemünk és a, az ária vonásaink elvileg. Valami ilyesmiről beszél, ugye? Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Úristen, milyen fogai vannak annak a másiknak? Ez valami hiba, vagy, vagy ő ilyen? Nem baj, még kapott szerepet, mint Joker a Batmanbe, ugye? Jó, jó, mi ez? Itt egy robot? Nem tudom ebben meg, hogy vegyük el tőle a pisztolyt, szerintem azt kész, nem? Miért fasz kell csinálni? Das ist nur ein Test. Aber antworten Sie ehrlich. Ura, jó, unalmas volt. Menjünk harcolni! Nem szeretem az ilyen közjátékokat. Meg fogjuk próbálni ezt elvenni, ezt a fegyvert szerintem. Hogy, mint hogyha van kés, na nem? Jó van. Hoppa. Nem ezt kellett volna választanom? Hé, faszba, ne! Nem ezt kellett volna választanom, ugye? Jó, francba. Oh, jó, azt hittem, hogy megint ki kell szolgálnom őket kávéval. Na, jó, van jó lesz ez nekünk, kék szebb királya vagyok. Jó, ja, az világ, jó van. Melyik érezte boldogságot, vagy mit kérdezett? Jó van, legyen a virág. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Kényes a helyzet, nem? Igen, késik a hang. Melyik félelmetesebb? Jó, legyen a pók, fél... Jajjaj. Bazen, én megjöttem komolyan. Mit csinál ez velünk? Akarok kártyát, még nagyon jó játék ez. Jó, mindenképp pókot adok. Uha. Schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden. Wo sie hoher ja, das meint das ihr denkt, ja. Mit Namen gerade. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Van egy olyan érzésem, hogyha másikat választottuk volna, akkor is ugyanez lett volna, ugye? Ez egy ilyen scriptelt baromság volt. Mondjam? Majd megpróbáljuk. Uha. Jó, mehetek, mehetek. Lövöldözni akarok nácikat, nem itt szórakozni. A felállás, jó. Húzzunk a kecibe. Hú. Jó, hova? Főzzek kész kávét, haver? Nem kész, ugye?
Szia! Úristen! És eszembe jutott, hogy Ajonban ugye ilyenek vannak, ilyen járművek. Azért hagytam abba többek között, mert kezdett ilyen elődönkésedni a játék. Ugye játszottam Ajont, aztán voltak azok a tipikus fantasy klasszok, ilyen Assassin, meg Templar, meg ilyen Archer, vagyis Ranger, meg Mage, meg ilyesmik. Aztán újabban kezdett olyan lenni, hogy raktak be ilyen gunnert, ami így gyakorlatilag ilyen cowboynak felel meg, komolyan egy ilyen western srác, és a második is fegyver az viszont egy ilyen rakétavető, nagyon érdekes. És még beraktak most még ráadásul egy ilyen meket, egy ilyen robotszerű képződményt. Na, így a kávét. És hát az megint rettelt, és teljesen elveszi azt a hangulatát a játéknak, ugye az alap fantasy hangulatát egy játéknak, mi a fasznak kell berakni ilyen high-tech dolgokat. Hát tudom, hogy az ugye viszont azért kell berakni, mivel az ödönkéknek erre van szüksége, és ezzel akarnak játszani, és ezért jönnek, ugye. De hát nem, ne, úristen, nehogy már kihagytunk egy szexi jelenetet. Nem kellett volna ezt átlépni. Oha. De nagyon gyorsan feladatok. Vagy ezt mi álmodtuk? Hol vagyunk Berlinbe? Menjünk már harcolni, ne? Üzenj, anya meg a faszom. Jó, ott akarok kimenni az ajtón, fontosan. Menjünk már. Végre. Ugye nem csak egy késem van. Nem csak egy késem van. Ú, tök jó. Berlinben vagyok egy hotel. Ott vannak az erkélyen? Biztos nem kell itt kívülni, ugye? Csak ne kelljen lopakodni, nem akarok lopakodni. Nem szeretem a lopakodást. Nem fogok lopakodni, ugye? Hát ez ugye nagyon érdekesek. Tollat nem lehet lopni? Ez Berlin? Tök jó nélkül van, meg ez a különben ez olyan, ez tök ilyen jó, úristen. Ott egy ilyen Zeppelin, Zeppelin leszálló hely, vagy nem is leszálló hely, hanem inkább egy ilyen kikötő, ilyen dokkoló szerkezet, és tök jó még mozog is, ugye. Milyen francit jön, mit jön, csuklunk mi? Ja, és amúgy tök jó hangulata van ennek a játéknak, minden ilyen szürke betonból van szinte. Bár egy kicsit talán még túl szürke is. Nem mehetünk arra, nem mehetünk. Igen, ennyi volt, ne. És menjek tovább, akkor az szerint, ugye. Ja, hogy itt. És eszembe jutott egy ilyen YouTube videó, amikor a csávó mászik fel az ilyen csatornán, és a legtetején kitörik. Na, hát a lopkodás szerintem hanyagolom, szerintem annyi lesz az egész, hogy itt, hogyha Kánkánt járnék a tetőn, akkor se vettek volna észre, annyira le van szkriptelve dolog. Fordulva, biztos van valami. Lófaszt, ugye? A fizika azért oda, oda basz komolyan. Így oda van betonozva ez a forduló. Júj, erről eszembe jutott egy tök jó sztori. Volt egy haverom, és egyik nap meséli, hogy milyen csalódott ő, mert egész életében azt hitte, hogy van neki egy LG márkájú hegesztőkészüléke. Hát... És kiderült, hogy nem LG mond, mesélte, hanem lángépgyár. Ez úgy rögtem ez a hangot, lángépgyár. Kurva nagy, ezt a sztorit mindig el szokom lőni, amúgy. Mint hogyha velem történt, mert tudom, hogy ez nem egy szép dolog. Hogy ez egy új stukker, ugye? Ott ment egy patkány, de kerültem. Jaj, de jó! Ez mi? És ja, feltölti? Feltöltötte, ugye? Várjunk. Ez nem nagyon akar merülni. Akkor minek feltölteni, hanem merül?
Na mindegy. Ja, ezzel itt lehet ugye vagdosni. És bírói. És akkor tényleg ott esik ki, látjátok? Jó, hát nem kellett ennyi nagy programolási tudás ehhez, de akkor is jó, akkor is jó. Jó van. Üssünk ide be. Tudjátok mit? Itt az egészet kell, nem? És megmarad a első darab, és mindjárt megnézzük egyébként, persze. Ez lehet, hogy gyors volt, nem? Lehet, hogy gyors volt. Nem, kiverült. Tényleg, mégis kiverült. Nem ezzel kell így lehegeszteni az embereknek a fejét. Egyrészt, hogy ez rohadt bizarr lenne. Jó, ez ugyanaz kiesett. Nem ennyi, nem. Mi az átférek a dolgokon is? Ne! Hogy ez így, hogy kiesik? Szólt itt. Ilyen, hogy eltűnik. Köszönöm. Hát nem félek át? Nem, mert... Nem meg biztos át fogok. Hát a faszt. Oké, hogy megcsinálták ezt, leprogramozták, meg tök jó, meg frankó. De azért ennyire nem kellene itt erőltetni már. Köszönöm, hogy végre kijuthatok. És végre talán lőhetek is majd egyszer egyet. Miért googoltam? Meghegeztelek, buzi. Vagyis? Na is. Jó, de csúnya volt, jó, de csúnya. És megszólt a riasztó, ne? Lehet lopakodni? Hogy lehet lopakodni? Na, nem így. Halljál meg! És jó. Hát ez meg... Szóval nyugodtak ezek az emberek. Videóvé. Nem térképünk. Hello! Köszönöm szépen. Kudli! Ne jó volt. Neki lóra csaptam egyet a páncélját. Csattent egyet, azt meghalt. Tök jó ticsisek. Szekrény nem nyitható, nem? Jó. Még ezek. Kicsit halk a játék, nem? Amúgy nem, mint hogyha nagyon halk lenne. Kicsit rakok fel a hangerőm, mert ez nem faszol. Na, jó, így talán jobb lesz. Oké. Okay. Úgy tök jó különben, hogy ilyen, tényleg ez a fókusz dolog, hogy itt ugye éles, ott meg ugye homályos. De mondjuk nem is igazából ez egy ilyen A dolog, mivel hiába nézek oda, akkor nem lesz az, hogy ott éles lesz, itt meg, tompa, elvileg úgy kellene csinálni, ugye, mint a fókusz dolognak a kamerákon. Legalább megláthatna valamit. Már nincs. Ez csak ám egy drótkerítést tud válni, semmi mást. Ezt tyúkot tudok lopni vele, majd hol lesz ez valamire. Kivágom a szomszédnak a kerítését és a tyúkját ellopom. Menjünk, hogy lehet lopakodni? Így, ez a lopakodás, hogyha Google-val közlekedek? Jó, akkor legyen az, oké. Okay. Jó, ez csúnya a drág. Nyomtam, hát... Írja, hogy a 3-as vizeljegér gomb, és akkor hiába nyomom, az 1-esre meg megcsinálni. Jó. Szuper. Mit lehet itt? Mi az, ahogy dobnak? Nem, nincs abban senkinek egy rohadt üres pisztoly. Mi gondolkozok azokra a lábukra, vagy nem? Nem kell, mert ugye. Ez, mondjuk ez egy ilyen bolond biztos dolog, mivel ugye arra nézek, nyomom az előre gombot, és akkor is azt csinálja, hogy nem esik a semmiképp. Mikoltak, mint egy ilyen sinem mennék. Az autóra kéne ugrani, nem? Nem lenne az ő?
Menjünk gyorsabban, hát ez a shiftet hiába. Na, itt vagyunk újra, ugye az előbb nyomta egy shiftet és tök jól kifagyott a játék. Itt tartottunk valahol, vagyis nem a játék fagyott ki, hanem megállt a felvétel. Ó, de ugorjunk, oké, ugorjunk. Kicsit ilyen bolond biztos az a dolog tényleg, hogy így nyomok egy életet, azt majd megcsinálja egy videó alatt. Lehetne nagyobb szabadság is. Jó, hát ezt próbáljunk meg átlépni. Minden betonból van. Szeretik. Menjünk! Hadd lépjük át, nem szeretem ezeket az intrókat, mint ez kb. Olyan, mint hogyha valami interaktív filmet néznék már. Hát fel a játék abból el. Egy fegyvert adjatok a kezembe, azt megveszek én, itt nem kell engem videókkal traktálni. Jaj, de jól néz ki. Kicsit ilyen izére emlékeztetnek nekem, ilyen Half-Life 2, ilyen Citadella, meg ilyen környezetre. Ez már csak a zene jönne, hogy tudjátok, amikor így jönnek azok a pagdosos, propelleres ilyen drónok. Abban is voltak ugye a Half-Life 2-ben, vagy nem is drónok voltak azok, hanem tényleg ilyen pengékkel támadtak. Ez van Pölten, ugye? Hát azt írta ki talán. Tényleg ízik írja, hogy hármas egérgomb, és akkor a bal egérgombbal csinálja meg ezt. Na jó, csináltam. Nem. Ez ilyen messziről halt. Azt akartam kipróbálni, de elviszem távolabb, akkor nem szereti a töltést. Jó. Biztos valamit ki kell vágni. Micsoda durva dolog. Elvágtuk a láncot. Ez nem a játék technikai újdonság? Süketőrök. Jó, hát jó, igaz, hogy második nehézségi fokozaton játszok, biztos nehezebb benne. A legutolsó. Ugye a Nightmare-en, vagy nem is tudom, a Nightmare, ugye? Valami ilyesmi az utolsó. Kutyakaja tök jó. Kis utalás ugye az eredeti Wolfensteinhez. Ajaj. Kamera. Hát ennél feltűnöm nem is lehetne. Ilyen rózsaszínbe kell volna, csak megmondani, hogy rózsaszín rács. Csak ilyen. Ezt az őrt ki kellene nyírni. Bazd meg! És figyeljétek, az őr az faszik rá. Mi volt ez? Mikor elkapod magam, úgy éreztem. Hú, ez jól néz ki, komolyan. Csak egy kicsit szétpasztol ez a engine-et. Azt nézem, hogy tök nem vesznek észre, az vicces egy kicsit. Tudod ki vagdos drótot? Srassoljuk le! Úgy. Van-e, volt egy ilyen, szeretek, nem nagyon szeretek lopakodni ilyen játékokba. Megy az a Bandicam? Na, itt vagyok újra megint, hát megint megszakadt, megint ledobott a játék, vagyis nem a játék dobott le, hanem a felvétel állt meg. Nos, ott tartottunk. Én azt akartam mondani, hogy szeretem az ilyen kis berohanásos módszert, nem nagyon vagyok oda a lopakodásért, hát ez most ugye nem az én mapom. Erről egyébként van egy nagyon jó kis sztorim, hogy Sniper Elite-nek az első részével játszottam multit még, kipróbáltam, hogy az milyen lesz. Berakottam, olyan fasz! Majd elmondom később, hogy ez az. Az anyádba.
meg ugye tök a Mákra is van. Ja. Nos, most elmondom akkor is. Cycler V2, vagy V1, ugye ez egy első részének a multiját kipróbáltam, berakott egy ilyen mapra. Elvileg azt írta, hogy vannak vagy 4-5-en, nem tudom. Mászkáltam lefel a városba. És... vagy egy ilyen 15 perc után, hogy meguntam, és akkor odaírtam, hogy itt vagyok, mit tudom én, itt, meg ebben a pozícióban, itt a tanknál mondjuk a főtéren. Erre mi történik? 3 perc sen. Egy darab lövés, kapok egy fejlővést, és meghalok. Mondom, ez nem nekem való. Azt nem tudom, hogy lehet előhozni ezeket a kivégzéseket. Középső van, vagy ilyenkor megpróbáljuk majd. Megpróbáljuk a 3-as key-t. Ott aztán mondják, hogy ott kell nekem izélni, átbújni. Kicsit megijedtem, hogy mondom, hogy fogok. Nem láttam a létfát. Ez tényleg tiszta ide, Half-Life 2. Így bújkálhatok. És mégiscsak egy ilyen helyen fogok kibújni. Hát. Ez nagyon le volt skittelve, hogy ezt a BC-re így nagyon csúnyán megoljuk, ugye? Nem tudom, mi a fosznak kellett szegét belefolytani a saját pisájába, mielőtt fejbe vasszuk később, vagy leszúrjuk. De hát biztos meg volt az oka. Szignál detektor, 12 méter, jó van. Valahova menni kell, akkor biztos. Hú, csak jót játszott a késsel. Kutyát le lehet izélni, ügyeskedni. Ha nem, jól van. Jól van, oké. Mondjuk ez egy kicsit olyan sorvonosba azért. Erre ez a középséggel gomba is működik. Lehet, hogy nekem szól az egerem, vagy nem tudom. Ezért kellett volna sisakot viselni a tapfokán. Jaj, a scripter gyilkosság! Ezt néztem róla egy videót is, ezt nézzétek, hogy fogja megölni. Vagy mondhatjuk, hogy jó reagál a játékos a dinamikus környezetre. Hoppa, hoppa! Szépen lehet így váltani, hogy a késsel így akarunk harcolni, vagy így akarunk harcolni. Nagyon komoly. Na, új szignál detected. Erre van a szignál. Kurva gyorsan kell fogadmostunk, nem húzhatjuk itt az időt. Jó, lopakodás. És mi van akkor, hogyha így van, ilyenre váltok így, akkor más lesz az izé? Valószínű, ugye? Ez egy Skype volt. Ott a setelt. Ha, ez a kép, csak ez a kép lenne így. Fallout 3. Ugye kezem nélkül persze, fegyverre elragva. Töltsük fel, nem tudom mennyi van benne. Biztos kell használni, hogyha van ilyen töltő és szarakság. Merre. Darth Vader sisak? Ja, hogy? Máshol ugye nem is működik. Ez egyből kialszik, hogyha máshol ugyan. Ennyi volt, ezért kellett. Hova menjek? Mondjátok. Kulcs. Vessünk kulcsot. Hol a kulcs? Lábtörlő? Nincs a lábtörlő alatt. Ó, jaj! Ez mi volt? Ja, ilyen térkép. Egy kulcsa jobban kiegyeznék. Aha! Ez tök jó. Megvan, erre jöttünk, erre, oké, szuper. Futástól...
Erfahrung, wollen wir mit Stamina, Stamina. Tök jó. Középső gomba tudunk most már dobálni ezért. Ah, nem töltünk semmit. Középső gomba tudunk dobálni kést. Na ezt kipróbáljuk majd, csak majd nem ezzel, nem ezzel. Ez mi volt? Wow! Az igen, nézzétek. Kurva jól néz ki. Jó. Merre menjünk, vagy hova menjünk. És ugye az egyiket ilyenkor eldobja, hogyha jól látom. Ciao. Meg van feszülve, de le se szarja, hogy itt vagyunk. Vissza nem lehet hegeszteni? Üdvazd meg. Nem nagyon szartam be. Hello kis kutya. Mi a fasz? Jajajaj. Picsába. Jó, most megesztünk, hát a fasznak, hogy nem tudtam, hogy mit kell csinálni, megesztő vagy nem megesztő kell ide. Jaj, kutya! Hoppá! Most valami sikerült ugye. Bám, hajnál vagy. Vissza tudom venni a kést. Ennyi volt. Mi volt a kés dobálás? Hát ez nem volt jó ötlet. Jó, hát mondjuk megállíthatatlanak vagyunk. Ide raktam a lovakést. Ott van. Oké. Ez a kutya szerintem így végig fog üldözni ebben az egész cuccon. Amúgy nem észre el, hogy nincs rádiójuk ezeknek, hogy nem tudják értesíteni egymást, hogy jövök. Mert úgy mindenki így úgy nagyon megvepődik, hogy megjelenek, meg semmi riadó, meg úgy tudom én. Kiírtam itt a fél fogást. Na, ez tök jó is. Ja. Meg egy cellák, ugye? Jól látom. Valakihez el kell kérnünk talán? Mi a fasz? Mit félsz, hogy csinálj? Hó! Tökön dobtam. Az jó, az jó, az jó, azt tetszik. Csíkszel ugye egy belőle veszed még egyszer. Ezek mit csinálnak itt? Szabadítsuk ki őket? Biztos nem azért van itt ugye megint ez a töltő. Húha, lehet, hogy hosszú lesz a gameplay, kicsit pízni kéne. Jó, figyelj, nem lesz meleged haver. Ez is fogadjuk ugyanolyan hangotok. Nem. Oda. Ja. Ezt tudjátok mi volt ilyen izé szadomazó, ilyen felvázorgia. Mindenki szopó áll arca. Mit csinálsz haver? Ugye vagy? Na jó, aztán... Szerintem itt lesz vége ennek a jövőnek, ennek az egy gameplay videónak, ugye 200 sajnos meg is szakadt. Fogjuk folytatni akkor rövidesen, csak hogy ne legyen túl nagy és ne legyen túl hosszú, ezt itt most elvágom, tehát befejezem egyelőre. Szóval, köszi, hogy itt voltatok, hogy néztétek velem a videót, vagyis hogy itt voltatok és néztétek a videót, én meg ahogy én játszottam, azt néztétek, és hogyha esetleg tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és nézzetek tőlem még több videót. Sziasztok, sziasztok!